Többször volt gondolatom az, hogy összefoglalom az életemet, gyűjtöttem is hozzá anyagot, csak még úgy nem tudtam összeállítani rendszeresen, és ezért hálás vagyok nektek, hogy most egy bizonyos dióhéjban, de azért valamit össze tudok foglalni. A másik, ami még ide bevezetésbe tartozik talán az, hogy többen kértek is rá, hogy foglaljam össze a speciális helyzetet, hogy mit jelentett Deák téren lenni 1954-től 89-ig, 35 esztendő. És volt ilyen kérés, hogy foglaljam össze így, hogy püspökök mellett Papusban a püspökök címmel valaki Bécsből kérte, hogy így akkor adjak egy beszámolót, hogy mit jelent különböző püspök mellett megmaradni lelkésznek, és nemet kellett mondanom rá, mert érdekes a cím, Nikesre emlékeztet, aki a Anglia Papucsban akkor egy bestseller könyvet írt, és én valóban a püspököket nem csak aranykereszttel láttam, hanem szabad így mondani, ingben glóriába is, néha is, pizsamába is, és legkülönböző furcsább helyzetben, hiszen itt laktak, vagy nagyon közel voltam hozzájuk. A másik azt tanácsolta, hogy valami klasszikus mondatot próbáljak fogalmazni címnek, és akkor én azt válaszoltam, hogy megírom majd, hogy egy evangélikus Gulliver óriások és törpék országába. Mert Swift is lelkész volt, ő anglikán, és én is lelkész vagyok, és láttam óriásokat, és láttam liliputiakat. Néha meg is fordult a helyzet, óriásokat láttam törpének, és törpéket óriásoknak, névtelen embereket igazán nagyoknak. Azt gondolom, hogy amikor én beszélek, nehéz összefoglalni, mert sok emberre gondolok, a legfőbb élményem mindig az én életemnek a találkozás volt. Láttam én legkülönbözőbb természeti csodákat, nagy óriás hegyeket, még óceánt, még dzsungelt, még sivatagot, de azért a nagy élmény mindig az volt, hogy emberekkel találkozhattam. És azt gondolom most is, hogy nem csak emberek elvaló találkozásnak, hanem különböző élethelyzetek, amiben váratlanul kerültem. A Nyerere akkori tanzániai vezetőtől, a Tanzániának a tanítómesterétől kezdve a római pápáig, vagy a genfi nagy neves emberek, akikkel találkozhattam, 48-ban már Visszertóftól, vagy Michael Felderrel, különböző, akikkel tolmácsolnom is kellett. Ez egy külön szám lenne részletesen, itt most nem tudok beszámolni, de abban a bizonyos írásban, most már csak én egyszerűen mondom, hogy vita mea, az én életem, abba próbálom majd részletezni. Három csomópontot veszek. Az életem első szakasza az felkészülés a nagy szolgálatra, második a szolgálatom csúcspontja, és a harmadik ez a naplemente, vagyis ez a korszak, amit mások nyugdíjasnak neveznek, én inkább nyugtalan kornak mondom ezt is. Az első tehát az 1926-tól kezdődik és tart egészen a Deák térre való eljövetelemig, ami 1954-ben volt. Egy érdekes családba születtem, ha szabad így mondani, mert az édesapám az részben felvidéki, részben dunántúli volt. Nagyszombatban volt nagyapámnak patikája, a Szent Háromság gyógyszertár, és ők ott három nyelvűek voltak, a németek voltak talán legtöbben ott az evangélikus gyülekezetben, különben egy római nagy város volt, Nagyszombat, Trnava, vagy Trinau németül, és aki jött, avval a saját nyelvén beszélt. A németek voltak az iparosok és kereskedők, talán akkor legtöbben, aztán a magyarok voltak a tisztviselők, és a szlovákok, vagy ahogy ő mondta, a tótok, voltak a munkás emberek, favágók, vagy segédmunkások. A gyógyszertára mindenkit kiszolgált, a
a tótóknak, ahogy ő mondta, mindig még egy szentképet is adott, hogy igazán segítsen a gyógyszer. Ezen sokat mosolyogtunk. Édesapám Pozsonyba járt nagybátyámmal együtt a pozsonyi liceumba. Ott temették el nagyapámat, és ma nem lehet megtalálni a sírját, mert azon az evangélikus temetőhelyen részben park, részben egy új lakótelep van. Édesapám másik ága pedig dunántúli volt, ezek a ott híres Kluge család, akik kékfestők voltak, Körmenden és Pápán, és ez azzal járt, hogy hát minden évben több vásárra is elmentek, úgyhogy a magyaron németen kívül vendül tudtak, amit ma nem szabad vennek nevezni, hanem hát más, ugye a szlovénnek hívják, de a Mura köz, az közel volt a Rána Körmenthez, és oda lejártak, és hát legalább egy ilyen konyha nyelven tudtak ezen a nyelven is beszélni. Édesapám részéről különben hát többen voltak lelkészek, meg úgynevezett lévita tanítók, például Mörbisamzébe, ez a Fertőmegyes volt akkor, ez lévita tanító volt az öreg Paul Karl Hafenscher, aki megtanította magyarul, magyarra az egész kis települést, és 1838 körül azt jelentette, hogy nincs analfabéta a faluba, mert 6 oskolát kellett mindenkinek kijárni, de aki nem tudta, az télen, december, január, februárban esti iskolába járt, nem egész új tanulmány. Annyira jól sikerült ez, hogy Ferenc József 50 éves tanító jubileum alkalmával nem volt hajlandó kitüntetni, mert elmagyarított egy kis helyet. Ugyanúgy még akkor nem hívták Oberschützennek, hanem felsőlövőnek, ott volt egy híres gimnázium, és oda járt az értelmiségi réteg, oda járt például a dédapám, aki később sárvári lelkész volt gimnáziumban, és aztán Sopronban teológiára, és utána, aki jól tanult, az kikerült Halléba, és Hallé után lehet csak valaki paróhus. És 38 évet volt Sárváron egy helyen. Érdekesség, hogy az egész környék is hozzátartozott, akkor kétnyelvű gyülekezet volt, magyar és német, és például az öreg Prőle bácsit azt az én dédapám keresztelte. Úgyhogy ilyen furcsa összefüggések vannak. Soha se járt Budapesten, de Bécsbe és Wienerstadtba rendszeresen, és Pozsonyba is, akkor Pozsonynak vagy Pressburgnak hívták, nem Bratislavának, de ez egy külön háromszög volt Magyarországon, Pozsony, Sárvár és Wienerstadt. És buszról lehet tudni még ma is, hogy van külön busz Sárvárról Pozsonyba, mert olyan családi összekötetések vannak, mint ahogy érdekes, hogy édesapám Pozsonyba, ahol hát érettségizett, átmentek Modrába, az most Modor volt magyar viszonylatban, és Modrából pedig Bécsbe helyérdekű vasúttal, mert annyira közel van a határ, nem csak a repülőtér, hanem a Bécs, maga a város is, úgyhogy oda mentek víkendre néha diákokkal együtt Modorból. Az édesanyám a másik oldalon pedig részben brassói volt, tehát Siebenbürger, mondják, erdélyi szász, és részben meg az édesanyja az soproni, még a közös hadseregbe egy katona tisztnek a lánya. A édesapám, vagy a nagyapám részéről Brassóba ott érdekes szászvilág volt ez, ahol abszolút patriarchátus volt, amit nagyapa szólt, az szentírásnak is megfelelő volt. Nagyapa, amíg nem szólt, addig az unokáknak nem lehetett beszélni, nem vehettünk ki a tányérból semmit, mert azt a nagyapa mondta, hogy mit kap ez vagy az az unoka, és az ő szava az szinte, azt kell mondani, hogy az utolsó szó, és az első és utolsó szó lehetett. Aztani dédapám az a Fekete templomban van eltemetve, mert presbiter volt, ami együtt járt azzal, hogy a városi szeniorátusban szenior volt. Úgy is van, hogy Julius Pétri szenátor és presbiter. Ez egy különös világ lehetett, én közelebbről már csak édesanyámtól tudom, ahol például szokás volt, amit én ma is jelentősnek érzek, hogy érettségi után el kellett menni valahova külföldre, de úgy, hogy nem vonaton mentek, hanem családtól családig, és nagyapának a legnagyobb dicsekvése az volt, amikor mondta, hogy én Hamburgig is eljutottam. Figyeljem,
Hát ugye ma Hamburgba elmenni nem olyan nehéz, de akkor ez egy évet jelentett, amíg ez a körforgás megvolt, és utána lehetett csak bármilyen szakmába menni. Tehát érettség is megvolt, a külföldi, ez a C vándorvilág, ami egészen eltűnt, és utána lehetett tanulni, aztán ide jöttek Budapestre. Ennyit erről, én a kis gyermekkoromat azt a Barostér és környékén hát töltöttem. Barostér azt jelentette, hogy ott egy barostéri futballklub, de az ronylabdával kergettük ezt a műveletet, és hát még hozzá tartozott, hogy volt egy osztálytársam, akivel kijártunk hetente többször az Ügetőre, mert zsoké volt az apja, és én a lovakat úgy ismertem, mint az osztálytársakat. Másik oldalon még a foci csapattal, ott a Verseny utcai, meg a Chicagói, így neveztük, ne felejtsd a környékét, foci csapattal össze ütköztünk néha, és hát a Barostér az egy ilyen centrum volt különböző csoportosulásnak. Nem részletezem, de még gyerekbíróságon is voltam, mert egyszer kapusként beleestem egy gyerekkocsiba, és följelentettek, úgyhogy a második gimnazista voltam, és hát lehívatott az igazgató, hogy mi lesz ebből a gyerekből, aki már 12 éves korában gyerekbíróság került. Aztán fölmentettek, mert nem jött el a 8 napon belül gyógyult a seb a gyereknek, kisgyerek fejére estem, kapusként bele utpantam abba. Na, nem részletezem ezt, tehát ez egy külön világ volt, és így is már egészen más, amikor Fasorba kerültem, Fasorról sok jót lehet elmondani, szoktak is. Ahogy én ma látom, én nem sokat tanultam a Fasorban, a híres tanároktól sem, mert főleg cserkész és főleg kézilabdázó voltam. Ezzel telt az idő. Ma bánom azt, hogy akkor nem kezdtem el nyelveket tanulni, de hát ez a valóság. Inkább szép emlékeim vannak, közösségi élményeim, és hát a hallatlan sok kirándulás, még foci meccs, vagy nem foci, nem volt szabad, kézilabda meccs, és ez a bizonyos cserkészet töltött az életet. Tanulni én csak később, amikor egyetemre kerültem, aztán külföldön láttam, hogy mindent kell pótolni. Fasor után Sopronba kerültem, Sopron akkor diákváros volt, 44-be kerültem oda. Az az érdekessége, hogy akkor még három másik szak is volt Sopronban egyetemi szinten, ott voltak az erdészek, kohászok és bányászok, és mi annak a keretében indultunk el, hogy mi vagyunk egy negyedik fakultás, és diák napokon mi együtt voltunk. Hát aztán 44-45-ben máshogy alakult ott az élet, mint a régi diákvilág. Hát éltünk bombázástól kezdve orosz megszállásig mindent, és ott hagytak bennünket a vezetőink, a magunkra a fakultáson laktunk, Terrai, Laci, Tóth Szöllős, és egyéb neveket tudnék itt felsorolni, akikkel együttünk, Gáncs, Aladár és Muntág, Andor, és így tovább. Még Gosztola László volt, aztán gyalog hazament, nem részletezem, kerültem Gettysburgbe. Ez érdekes volt, mert meghirdetett az akkor alakuló egyházak világtanácsa ösztöndíjat, de Németországban nem lehetett. Németország akkor megszállt terület volt, négy zónára alkotva, úgyhogy például, amikor átmentem a határon, nekem orosz vízum is kellett, még ott Enzbe volt a határ, az angol szász és az orosz határ, vagy a zóna határa, hogy akkor mondták, két teológiai tanár javasolta azt, hogy menjék angol szász területre, az öreg Prőle bácsi volt, ahogy mi neveztük, és Karner Károly. A többi ezt ellenezte, a Jánosi tanár úr azt mondta, hogy hát Skandináviába kell menni, ott meghirdettek egy luteráns világszövetség alakuló ösztöndíjának az első félévét, és itt pedig az elvétét, ezt nem is nagyon örültek itt, hogy féltették akkor a luteránus világszövetséget, olyan megalakult a 48-as elvététől, Ordas püspök úr is mondta, hogy hát hogy lehet az elvétéhez elmenni, az arra való, hogy lenyelje az elvétét. Na, ez egy külön szám, 48-ban három napot töltöttem Genfbe, azon csodálkoztam, hogy mindent tudnak rólunk, hogy engem faggattak, hogy mi van Magyarországon, és utána furcsa kiejtéssel, de a Visszerzhof, aki meghívott egy tejára, még a régi, a Rue de Malagnou épületbe, elmondta, hogy Magyarországon mi van, ő naponta
Pap Lászlóval volt kapcsolatban, úgyhogy többet tudott, mint én. Másnap este voltam vacsorán a Michael Felder, akkor főtitkárral, és hát a felesége, emlékszem, olyan texasi nyelven beszélt, hogy abból alig értettem valamit, de Michael Feldert jól megértettem, az szintén tájékoztató volt mindenről. Furcsán ejtették ki a neveket, mint ahogy Amerikában azzal találkoztam, hogy ugye maguknak a leghíresebb költője Pitifáj, ez Petőfi volt, úgyhogy kellett mindig utána menni dolgoknak, viszont Gettysburgbe, hát kalandok után érkeztem el, én repültem akkor Lyonból, összesen 24 óra, 25 óra volt, mert hát akkor nem volt még ilyen jet, mint mostanában, és Lyontól először Írországba, Írországból Newfoundlandba, és onnan mentem New Yorkba, New Yorkból pedig vonaton, és minden kíséret nélkül persze, és autóbuszon Gettysburgbe. Ez egy híres város, de nem a teológiája miatt, hanem inkább ott volt az utolsó nagy csata, a Gettysburgi csata, Civil War, a háború, a saját benső háború, északi és délkötés, úgy mondták angolul, hogy a cemetery is more famous than the seminary, hogy a temető az híresebb, mint a szeminárium. Bár az volt az első, 1838-ban alakult, egy erősen liberális jelleg, aztán később Luther reneszánsz folytán egy másik irányba kerülő, és érdekes, hogy egy nagy veszekedés, csík elmenő vita volt Gettysburg és Philadelphia között. Philadelphia volt az egyháziasabb, Gettysburg a liberálisabb teológia. Mikor kiérkeztem New Yorkba, akkor megkérdezte tőlem a Fry elnök, akkor még nem volt a világ szövetség elnöke, hanem a helyi, a USC-nek, a United Lutheran Church of America-nak, hogy lehet Gettysburgbe elmenni, mit lehet ott tanulni. De aztán érdekesség az volt, amikor megérkeztem, akkor a Vance, Abdel Ross Vance volt a prezident, és kiderült, hogy ő az LVS-nek a másik alelnöke, ordaspüspök úr a párhuzamosan, és Kelet-Európa evangélikus egyház történetéből doktorált. Úgyhogy mindent tudott, csak más képen, a Kossuth-tól kezdve a tiét se lejtette, viszont mindig érdeklődött, hogy mi van. Ő kandidátusa volt, ami egyik diszdoktori helyünknek Sopronba, de nem mert eljönni, illetve aztán később már nem is erőltették 49 után. Ezt azért részleteztem így, hát ott érdekes talajra kerültem, láttam például kvékereket életemben egyszer először, ahol hát még ma sem használnak semmiféle olyan eszközt, ami technikai produkció, és hát az érdekesség még az, hogy egy 19. század közepén megállt élet, csak egymással hát házasodnak, és nem használnak olyan ruhát, amit gyárba készítettek, és így tovább. Inkább ma ezt kell mondani, hogy ilyen turista kuriozitás, de megtartják ezt a régi Lancaster County furcsa szektát. Ott vettem részt Quaker istentiszteleten, ami az én számomra nagyon furcsa volt, mert nincs ige hirdetés. Az szól, akit a lélek indít, de akkor éppen nem indított. Egy imádság volt, egy órát ültünk csöndbe. A Quaker szó azt jelenti, hogy reszketés, és akit megszáll úgy a lélek, hogy reszketni, az szót kap. Nincsen papjuk, nincsen szentségük, és hát ott körbe ülünk padokon, és ott vártuk azt, hogy hát lehessen egy olyan istentisztet, amit a mi formánk szerint istentisztet. Ott határoztam el különben, hogy hát az ökumenével fogok foglalkozni, mert az elemi erővel történt az én életemben, hogy minden vasárnap elmondtuk, hogy egy anya szent egyházat hiszünk, ugyanakkor hát láttam több mint 300 felekezetet. Ezt Magyarországon nem lehetett elképzelni. Visszajöttem, most nem részletezem, már 3 hónapig nem tudtam elhelyezkedni, mert nem mertek fölvenni. Aki Amerikában volt 49 után, az nagyon bizonytalan valaki volt. Scholz László volt elég nagy szívű ahhoz, hogy Zuglóba bevett azzal, hogy hát vállalja a reszkírt. Itt különben teológiai tanárok mondták nekem, hogy hát ha azt akarom, hogy jó legyen dolgom és hosszú életű legyek a Földön, akkor
hát ezt a két szót, Amerika és krízis, ne használjam. Amerika van, de nem tanácsos emlegetni, krízis pedig nincs, mert építjük a szocializmust. És ezt jeles professzorok mondták, akik később hát kikerültek a teológiára. Ugyancsak volt egy érdekes kísértésem, így kell mondani, nem csak az, hogy egy hónapi jártam a KEOK-ba. A KEOK az a külföldieket ellenőrző országos központ volt a Mosonyi utcában, közvetlenül a fegyházzal összekötetésbe, csak egy mondatot kérdeztek tőlem, hogy miért jött Magyarországra. De másnap is, ha mondjuk hétfőtől péntekig, ez több mint 3 hétig tartott, és hát még mondtam a magyar útlevelet, mondtam, itt akarok lenni, ez még gyanúsabb volt, hogy a Rajper után voltunk, hogy lehet valaki Magyarországra úgy jönni, hogy nincs valami megbízatása. Ezt aztán valahogy kihevertem, egy hónap után már nem jártak, tehát nem, akkor tréfásan mondtam, hogy mielőtt evangélikus lelkész lettem, igazából gyakorlatban refes voltam, mert refnek mondták az evangélikus és rendőri felügyelet révő. Egy másik ilyen jellemző, már alig hihető példa, hogy mikor Zuglóba kerültem káplánnak, a káplán dolga volt, hogy 4 helyen tanított hitoktatást, és behívtak a művelődési osztályba, a későbbi Lumumba utca sarkán volt ez, és azt mondták, hogy hát felajánlanak egy olyan állást, ami művelődéssel foglalkozik, tudok nyelvet, és úgyse ez 10 év múlva már a Bosnyák téren sem templom, a teológiára akkor még szó se volt, hogy itt jobban tudnak használni, több fizetéssel, és hát ne legyek naív, hogy itt az egyház még élni fog 10 év múlva. Azóta ott nincs művelődés, ezt az egyház azért még él. 5 helyen voltam káplán, csak a neveket mondom, hogy Solc László Zuglóba, aztán Friedrich Lajossal Kecskeméten, majd visszajöttem Pesterzsivetre, Bence Imrével, nagyon jóba voltunk, és utána Koren Emilhez kerültem Kőbányára, akkor az áthelyezés nem úgy volt, hogy megkérdezték az illetőt, hogy hát hány kilométerre akar Budapesttől lenni, hanem az volt, hogy kaptam egy táviratot, hogy holnap jelentkezzék ez a parókiális, vagy a principálisánál. És 53-54-re voltam Kelenföldön, vagy Kőbányán, azt kell mondani, hogy mindegyiktől valami más tanultam, Solc Lászlótól a könyveket szerettem, meg a precizitást, azt, hogy minden pénteken megkérdezte, hogy káplán úr, a vázlatot. És akkor meg kellett mondani, hogy ha még nem volt csütörtökön éjjel kész, akkor addig le se feküdtem. Utána ő is elmondta a vázlatot, és hétfőn pedig megbeszélte. Egy év alatt egy jó szót kaptam tulajdonképpen tőle, azt mondta, hogy ügyes volt, tisztelendő úr. Ez egy más világ, nem lehet, nem volt káplán kínzó, de nagyon komolyan vette, hogy a principális, az tanító is. A Friedrich Lajostól a szeretetet tanultam, meg mert ő az utolsó, szó, szoros értelme utolsó szekrényét is odaadta, akkor volt a nagyon nehéz államosítási korszak, volt egy óraműves a gyülekezetbe, és az följött én fülem hallatára, elmondta, hogy a feleségével öngyilkosak akarnak lenni, mert még mindig adót kell fizetni a már elvett üzletük után. És erre Friedrich hozott valakit, aki a szép szekrényét elvitte, és utána felakasztotta a ruháit fogasra, és utána mondta, hogy ezt a pénzt, ezt adják be adóba is. Mert akkor volt különben Helvécián, az mindig a káplánnak volt a kitüntetése, hogy Helvécián, Bugacon, és még 4 helyen lehetett állandó képviselő az egyháznak. Ott átéltem azt, hogy mit jelentett az, hogy például Helvécián a szőlőművesektől elvették a szőlőt. Azoknál csak ez volt, úgyhogy öngyilkosokat temetni, ott megtanult az ember. Utána, hát ez is egy külön élmény volt, Pesterzsébeten megtanultam Bence Imrét, hogy mit lehet látogatni. Ő fantasztikusan csinálta ezt, különösen a hartai híveket úgy ismerte, hogy 3 nemzedékre vissza. Ha temettünk, akkor ott mindenkinek tudta a családját, anélkül, hogy bejelentették volna. Én akkor Soroksár Újtelepen szolgáltam sokat, és ha jól emlékszem, volt egy Muszáj nevű negyed, ahova azok kerültek ki,
akik Pesten nem kaptak letelepedést, és oda hát csak 5 óráig lehetett menni látogatni, mert a srácok lelőtték csúszdival a világítást, és a kutyák kivoltak keresztül, hogy ez életveszélyes hely volt. Viszont Imrével nagyon jóba voltunk, akkor még nem volt nős, és még ott hegedültem, én is második hegedű, ott volt egy kis zenekar, játszott, és nagyon szerettem a melósokat, így mondom, ahogy ők mondták, mert ott nem féltek Rákosi rendszerbe, ezek vagy a Weissmann-Friednek hívták, akkor még a Csepeli gyárt, vagy pedig a Lámpuska gyárban voltak, ami hát eredetileg Lampart volt kiírva, de belül azért fegyvereket is csináltak, vagy pedig a Vágóhidon. Hát ezek olyanok voltak, akik szombat délután, tól vasárnap estig ott voltak, úgyhogy minden renoválást azt ott magunk csináltunk, sőt még volt olyan színi előadás, például Ordasnak az Urdet, az Ige darabját előadtuk akkor, amikor itt a belvárosban már nem lehetett flanelozni se. De ott ez ment, a Klein bácsi az nem félt attól, hogy elviszik attól a géptől, ahol ő Csepelen dolgozott, pontosan az egy 70, állandóan 70 fokos, ami kazán volt. Történt az, hogy temettem egy csizmát, mert az illető, aki beesett a kazánba, az teljesen elégett, annyira, hogy még egy kis, mondjuk kis testrész maradt, csak a csizma egy ilyenben, és mindenki tudta, a felesége is, még Csepelen ott énekeltek hozzá minden, de én tudtam, hogy nincs ott a holttest, de hát azért a temetést megcsináltuk. Ez egy furcsa dolog, mint az, hogy a Csepelen szervezett munkások voltak, részben Pesterzsébeten is, és az Iskola utcában volt az egyik központjuk, és ott az volt a szokás temetésnél, hogy aki vasas volt, azt úgy temették, mint vasast, az bemondta az özvegy azt, hogy vasas, ne hagyd magad. Mikor a temetőbe elengedik a halottat, illetve hát leengedik a sírba, akkor utolsó szó, ez volt a virággal együtt, hogy ne hagyd magad vasas. De azért mégis evangélikus, főleg hartaiak, ugye, feketén lett az egész temető Erzsébeten, hogyha hartait temettünk. Hát, utána kerültem Kőbányára, és egy más tanulás volt, ott be kellett ugrani, hogyha fájt a feje, akkor nem élnek, akkor jött, hogy a fókán migrénem van, úgyhogy te fogsz prédikálni. Ha minden alkalomra készültem, mert rendszeresen helyettesítésre vett igénybe. Nagyon jó barátságban voltunk, szenet például együtt hordtunk kiskocsin gyülekezetnek, vagy a Simor utcai templomot, akkor úgy kellett renoválni, le kellett verni a vakolatot, mert életveszélyes volt, azt csináltuk hétfőtől péntekig, és vasárnap volt istentisztelet. Na, sokféle minden eszembe. Jó volt az ifjúsági munka ott, még egy vagomba kezdtünk, és hát később aztán a gyülekezetterembe mentünk, és azóta is még mai napig megvannak azok a, hát egy részük, akikkel együtt voltam, sokszor voltunk Mátrában, máshol kirándulni, és hát ez egy olyan ifjúság volt, ami írt, az ember úgy érezte, hogy nagyon jó, hogy lelkész lett, mert rengeteg pozitívum származott belőle. Aztán voltam egy pár hónapig Fóton, érdekes, mikor Pali bácsit fölfüggesztették, akkor Dezséri püspöknek az volt a véleménye, hogy nem szabad lelkész nélkül hagyni Fótot, olyan értelemben a fóti mandák otthon, hogy a kis János, aki nem volt lelkész, tanító volt, maga mellé kapjon, ha konferenciát rendezünk, egy lelkész jellegű valakit, és nekem az volt a dolgom, hogy a konferenciákat rendezzük tovább. Ez egy évig ment, aztán megszüntették a konferenciákat, és akkor hát én lemondtam róla, 2 hétig nem beszélt velem, de Zséri aztán végén azt mondta, hogy grófom, így hívottam, grófom, igazad volt, pont. De másik érdekesség az volt, hogy a Pali bácsival igen jóba voltunk, én akkor vonaton jártam ki Fótra, és mindig megreggeliztetett, és megmutatta a Bibliáját, mert fordította Ószövetséget, és sok, egy nagyon vidám, üldözött ember volt, azt kell mondani, hogy jó humora volt, és hát nagyokat nevetett, még sok sztoria volt, amire még ma is emlékszem. Utána kerültem ide, valószínűleg Benczúrnak a
Bencő Lászlónak a gondolata volt ez. Dezséri püspök úr behívott, és azt mondta, hogy hát fiam, most segédlelkészként, de májustól kezdve helyettes lelkészként helyezlek oda. Két dolog kell, jó gyomor kell, és jól kell predikálni, a többit bíz rám. A jó gyomor azért kell, mert itt hát sok mindent el kellett viselni, részben fizetést például abból adtak, hogy eladtak butorokat, és hát sokféle, ma így mondanák, hogy korrupciós jellegű valami is volt, különösen a Kirchenkasséval kapcsolatban, ezt nem részletezem. A másik pedig jól kell predikálni, hogy predikáld össze a gyülekezetet, mert ez szétesőben van. 54-et írtunk, akkor egy bizonyos lazulás volt tapasztalható, az volt a Nagy Imre korszak, de talán nem ennek volt köszönhető azért, hogy hát itt is a Deák téren újra össze akarták hozni a népet. Azért mondom így, mert előzők 52-ben volt, hogy a pesti egyházat 7 külön gyülekezetre osztották szét, azzal, hogy a lelkész körök önállóak lesznek. Viszont volt egy nagy bukfenc ebben, hogy nem volt szabad ezt a telekkönyvbe jegyezni, mert akkor örökösödési jogot kellett gyakorolni, illetve akkor fizetett volna minden önálló egyházközség, viszont a Józsefváros, Ferencváros, Angyalföld, Zugló, Kőbánya, és ezt nem lehetett kifizetni, úgyhogy egy maradt, ez volt mi először a Fasorral együtt, hogy pesti evangélikus egyház, mert telekönyvbe ez volt beírva, és akkor nem kellett fizetni semmit. Ebből később bonyodalmak lettek, mert mindegyik hát olyan önálló volt, hogy azért minden szeretett volna elvinni, valamit másik részén pedig a 89 után volt egy olyan gondolat, hogy mivel minden a pesti egyház nevére van írva, ezért minden a pesti egyházi, a mai pesti egyházi. Ez nem így volt. Na, nem részletezem, de például József körúton egy számházban volt lakás, amit eladott a Deák tér, azzal a jó lelkiismerete, hogy pesti egyházról ír. De ez nem a miénk, ez a 8. kerti. Sok mindent tudnék erről mondani, ez talán nem szép része. Nem tudom, nem túl sok-e a sztori, de most a fő részére mennék, hogy az én életem csúcspontja az volt, hogy a Deák téren szolgálhattam. Először az ige hirdetés volt a döntő, beleérte például szeretett vendégséget. Mikor idejöttem, akkor a Lutheránián kívül talán 5 voltak szeretett vendégségen, gyerek létszám is ilyen volt, tehát Nagy Erzsi, aki később volt Erzsébeten is, hogy a Pintérné az kitűnően szolgál gyerekek között. Mikor ő elköszönt, akkor 100-nál több volt a gyerek. A másik az, hogy a Lutheránia az egy ilyen átmenő és átvívő szerepet játszott, mindig akkor is szolgáltak, amikor itt különös papi áthelyezések voltak, amikor eljött ide Kemény, vagy utána Gaudi volt, akkor is a lutherán ez a stabil rész volt. Nem volt olyan szinten, mint ma, de akkor a gyülekezetnek egy folyamatosságát, egy kontinuitást jelentette. Ifjúsági munka is újra elindult, és hát amikor 56-ban visszajött Kéken András, akkor azt mondta, hogy hát tele templomot találtam, és ezt köszönöm nektek, de ő már csak az érdekelt, hogy mi a következő szolgálat. Az érdekes volt, hogy mindig szerettem volna tanítani, 54-ben talán, de már Pesterzsébeten is, tehát 51-től tanítottam a teológián angolt, és hát akkor 2 volt angol, és hát volt, aki csak ott tanult meg angolul, a Keveházi néma is mondja, hogy csak Hafútól talált angol. A nyelvtanítás később is fontos volt, nekem kereseti forrás is volt, mert svédet tanítottam a Kossuth Zsuzsa gimnáziumba, ott volt az Arany János pedagógus szakszervezetnek egy esti csoportja, és ott 2-3 évet tanítottam. A büszkeség az volt, hogy a Rini nyomdából nyomdászokat tanítottam, akik magyar nyomdába szedték ki a svéd detektív regények szövegét, és nem tudták, hogy mit szednek, akkor még nem olyan volt a nyomdatechnika. Linó szedés volt, csak érdekelt őket. Egy évig hűségesen járt az a 12, mert csak nem szabadott latin kifejezést használni. Azt mondtam, hogy konzekúció tempórum, akkor szólt, hogy ne szídja az anyámat. Tehát ilyeneket nem lehetett mondani. Viszont énekeltettük még. Ezek hűségesek voltak, és hálából minden következő órának az anyagát leadták könyv, vagy ilyen kefelenyomatba, de az illegális volt, mégis ezt szívesen csinálták.
általában ez ilyen külön kereset volt nekik, hogy a munka után ezt tudták csinálni, hogy ez rinnyomda, az katonai nyomda volt. Hát ez mégis ment. Na, amit mondok, hogy tanítást örömöm volt, hogy a Kossuth Zsuzsában nem csak ezen a tanfolyamon tanítottam, hanem tanítottam még gimnáziumban. Gimnáziumi, összehívták a gimnáziumi hallgatókat egy helyen, és ott nőket, fiúkat, összesen valami 21-et tanítottam. Ez nagy élmény volt, mert nem tudtam hogy azelőtt, hogy lányiskolában 10 percig engedni kell őket nevetni, mert a lányok különben végig nevetik az órát. De tanítottam aztán később hát ebben a Arany János iskolában is, esti iskolában, és büszke voltam, mert 22 forint 50 fillért kaptam. Veronika angol tanított, ő csak 20 forintot, mert angol az általában, mi pedig hát külön ilyen ritkaság számba menő nyelv volt. Ennek az időnek egy nagyon jelentős része az én számomra ilyen kettős szolgálatot jelentett. Egyrészt összegyűjteni ezt a három részből álló gyülekezetet, mert volt egy régi Pest, ez valamikor 4.-4. keretnek hívták, ez nagyrészt német és szerb település volt. Ugye a németek még akkor is egy ilyen pesti dialektusban németül beszéltek, a szerbek pedig minden évben meghívtak engem is, mert valamikor az első magyar lelkész itt, ugye Székács, az tudott szerbül, és ő fordította a szerb népdalokat magyarra. És ezért a szerbek tiszteletbeli tagjuknak vették az evangélikus lelkészt, és így kapta minden évben meghívást. Végén ezt elmaradt, mert a szerb gyüleket az fölszívódott, gyönyörű templomok volt a Szerb utcában, de nem volt már igazán lélek benne. A második része az a gettó volt, az életem egy nagyon fontos része volt, mert egy keleti várost ismertem meg, kevés lakóval és borzasztó sztorikkal. Egy csomó olyan, aki benn volt a regiszterben állam, de sohasem járt. Egy olyan sértődés volt itt a zsidóknál, amit nem hiszem el, hogy valaki igazán elhisz nekem, hogy 1944. március 19-e után a Pesti Egyház egy körlevelet adott ki, pontosan egy sárga cédulát, és benne arra kérték a úgynevezett csillagos híveinket, hogy ne jöjjenek a 11-es istentiszteletre, ez volt a Hauptgottesdienst, mert ott zavarja a többieket, és 4 órakor van a csillagosok számára külön istentisztelet. Király utcában, akkor Majakovszki utcának itt voltam, egy öreg bácsi fogadott, és mondtam, hogy hát ön be van írva a mi regiszterünkbe. Azt mondja, én még mutatok magának, hogy mi van még az én birtokom, és akkor előhozta ezt a ilyen irka nagyságú lapot, és ezen rajta volt az, hogy a csillagosokat kérik, hogy külön járjanak. Viszont az az érdekes, hogy a beszélgetés után egy pár évvel én temettem őt zsidó temetőbe. Tehát az volt a végrendeletében, hogy a luteránus pap temesse. Nem jött pedig közbe. Szóval volt itt, és a harmadik rész az Újlipótváros, a Szent István útig, Szent István körútig. Ez egy hallatlan, gazdag, volt nagypolgári övezet. Itt olyan házak vannak ma is, ha még lakásokra használják, ahol a lépcsőház márványból van, gyönyörű felszerelés, és hát olyan kipucolt épületek, amit akkor romos világban nem lehetett látni. Ma Lencsén vagy bank van, vagy követség van, más ezen a helyen. Ezt kellett összefogni. A másik dolog az volt, hogy akkor még az angol nem volt olyan, mint ma, hogy minden második teológus az már tud angolul, legalábbis azt mondja, hanem egyedül voltam, aki beszélő szinten, vagy társalgási, vagy tolmács szinten tudtam. És az első mondat, ha elmondhatom, az egy érdekes beugrás volt. Behívtak a Pulei útra, és Vető püspök úr és Dezséri László voltak ott, és Vető azt mondta, hogy jó-e az, hogyha Háfrenser fogja tolmácsolni a Hewlett Johnson nevű vikáriust, aki úgy jött ide, hogy a világbéke tanácsnak volt kiküldöttje, és a már Muncs vezetése alatti kelenföldi gyülekedbe kellett tolmácsolni. És a Dezséri azt mondta, hogy hát a Hafó nem hazaáruló típus lehet. Attól kezdve aztán rám mentek, és hát fordításból, illetve tolmácsolásból, hát nem kaptam külön vizsgát, van nekem svéd, meg angol
felsőfokú vizsgám, de ezt nem onnan kaptam, és hát a tolmácsolásnál például 56-ban Gajatetőn 2 hétig hát olyan szolgálatban voltam, hogy egész nap kellett tolmácsolni, mert a miénk közül csak Dezséri tudott valamit angolul, a többi nem, tehát Grünwalski, vagy Pálfi, vagy Gádor, vagy más vetőse, és hát ott jöttek a világtanácsba a luteránus vezetők is, hogy a Frey, a Lilie, a Titzfelbinger, a Dibelius voltak, és hát ilyen közvetítő voltam, és éjjel az alatt, a 10 nap alatt 2-szer jöttünk le Budapestre, mert itt az ordas ügybe tárgyaltak szintén. És ha államhoz, a parlamentbe kell bemennünk, akkor külön adtak állami tolmácsot. Ha egyházi épületbe voltunk, akkor én tolmácsoltam. Az én életemben az egy olyan entmitológizírum volt, mitológiátlentás, amikor megismertem az úgynevezett nagy embereket egész kicsi pozícióba, törpének, ahogy egymás ellen, meg egymásra rákenve dolgokat mondtak. Úgyhogy egy bizonyos értelemben jó volt, mert például Ottlik Ernő az nagyon megszeretető, nem tudott semmit angolul, és vele mentem, és azt mondtam, amit ő, de angolul fordítva is, és hát később ő itt lakott, és hát mindig emlékezett arra, hogy hát ebben a lakásban lakott Kemen. Hogy a Helfenscher az jó tolmács volt. Különben egy nagyon érdekes ember volt, külön lehetne beszélni. Ez volt a második etap, amikor itt tolmásnak használták, például hát kínaiakkal volt problémám 56-ban, mert azt mertem mondani, 57. januárjában, 56-ról a Ting püspöknek, hogy hát ne beszéljünk az itt történtekről, mert ő elkezdte tanítani, Csepelen mentünk át, hogy mi volt itt, hogy lázadtak föl, és milyen ellenforradalom volt, és mondtam, a püspök úr túl messze volt, én túl közel, erről ne beszéljünk. Ez volt olyan 12 körül, utána elmentünk a Margit-szigetre ebédelni, és 1 órakor kaptam a telefont, hogy többet nem tartanak igényt a tolmácsolásra. És egy pár nap múlva behívtak az Üllői útra, és az akkori valamikor vallástanárom, akkor főtitkár azt mondta, hogy semmi közünk hozzá, nincs hafó, mert nem a Magyar Evangélis Egyház, hanem a Egyházak Világtanácsa magyar szekciójának a tolmácsaként voltál ott, mi nem tudunk rajtad segíteni. És amikor behívtak az AIH-ba, megvan ez a lap, tehát ezeket dokumentálni tudom, akkor aznap megérkezett a Tingnek a lapja, amiben az volt, hogy hát nagyon sajnálják, hogy nem voltam tovább velük, mert nagyon jól töltötték az időt, és ha bármikor járok Beijingbe, akkor látogassam meg őket. Aztán aki Grenák volt a fő mester, ment, és nem maga ilyen jó barátja a Tingnek, hát éppen most akartuk magát kiemelni az evangélikus egyházból, hogy hát további nemzetközi szolgálatot ne végezzen. De hát ha ilyen jó barátja, megvan még a lap kezembe, akkor hát ezt lezárjuk. És hát ezzel a Ting mentette meg, és a Grenák mondja, azt mondta nekem, hogy hát ő egy magyar református lelkész, és a Ting volt, aki magát följelentette. Hát, Tinggel találkoztam egy jó pár év, 69-ben Svédországban, mint a protestáns egyház mártírja, úgy járt körbe. És hát kérdeztem, hogy már akkor tiszta ősz volt, és kérdeztem, hogy emlékszik-e Budapestre, arra igen, és emlékszik Helfenscherre, hát rám már nem emlékezett. És akkor próbáltam pár szót mondani, de nagy készfogással elbocsátottuk egymást. Szóval érdekes ilyen transfigurációkat láttam. Na, ez egy harmadik dolog, és ez hozzá kapcsolódik, hogy Genfbe, én már 56. januárjában írtam a Lutherische Rundschau volt akkor a neve, Lutheran World angolul, egy beszámolót Magyarországról, és akkor azt írták rá, hogy az első olyan, aminek hihetni lehet, vagy hinni lehet, és ezentúl is hát igénybe veszik a szolgálatot, és később az előjesz és LVT kapcsolatok révén hát különböző konferenciákra hívtak, meg cikket kértek tőlem, írtam svédül is cikket a Jelpennek az újságában, Luterska Welsőböndetnek hívják svédül, magyarországi állapotokról. Nekem az volt akkor a feladatom, ez már Káldi korában volt, hogy vagy a következőt, már jelenlegi és a következő érseket, azt próbáljam
meggyőzni, hogy jöjjenek el, mert 20 éve nem volt kapcsolat. 49-ben megszűnt, és 69-ig nem volt. És akkor Ruben Josephsonhoz elmentem 40 néhány gyülekezet látogatása után, és azt kértem, hogy bízzon abba, hogy Magyarországon élnek gyülekezet, ne csak a püspökök nevét kérjék, hanem a névtelen lelkészekét és a gyülekezeteket, hogy van. És megígérte, el is jött, és cikkezte később, hogy Magyarországon mégis van egyház. Szóval ugyanez megtörtént 6 évvel később, az Uluf Sundby érsek is eljött, kitűnő előadást tartott. Nagy cső volt az számomra, hogy a Ülőjúton ilyen címen tartott, hogy az svéd egyház mai helyzete az ige hirdetés szempontjából. És hát azt mondta, hogy angolul ment minden, hogy hát angol, és az Üllőjúton mentünk fel a lépcsőn, és azt mondta, hogy mégis svédül fogom elmondani. Jó, hát akkor nem lehetett mit csinálni, és akkor svédül, hát mindent összeszedtem, életem egyik nehéz órája volt, mert az egészet jegyezték, illetve Nagy Pista fölvette, és utána a lelkipásztorba lehozták. És hát még olyan szavak is eszembe jutottak, mint egy cucc társadalom, mert így jellemezte Svédországot, hogy mindenki még akar vásárolni akkor is, amikor már nem szükséges. És akkor sokfele hívtak, nem tudom, Stavangerbe, én voltam a kelet-európai referense az ottani Lutheránus Világszövetség missziói konferenciának, ugyanakkor később ezen a vonalon hát több helyre úgy kerültem, így kerültem Madagaszkárba is, ott szintén Kelet-Európát képviseltem, Ancirábéba, és a záró istentisztelt ige hirdetését én tartottam, ami azért volt érdekes, mert ha én egy mondatot mondtam, a malagaszi nyelven beszélő kedves kis diáklány, az mondott legalább ötöt, úgyhogy mi lehetett az ige hirdetés, nem tudja az ember, mert malagaszi, az nagyon gyönge oldalam volt. Viszont volt tényleg olyan Isten csodája, amikor egy angol csoportba tartoztam én, és Ancirábé, Antananarivótól egy 170 kilométerre levő kis hely, az a norvég kereskedelmi központ volt, és sok evangélikus volt, akkor volt 100 éves az evangélikus misszió, a norvégok úgy hívták, hogy a második Szentföld, és hát végig látogattuk a mi angol nyelvű, mert volt angol, volt francia nyelvű egy csoport, és én az angol csoportban voltam, meg helyi lelkészt. És a helyi lelkészről kiderült, hogy norvégül jól beszél, mert a oszlói Menihét fakültéten tanult 8 évet. És hát ő norvégul beszélt, én svédül vele, és angolokat kellett, angol szászokat, amerikai és angol tagokat tolmácsolni, és a végén így foglalta össze a barátunk, hogy angolul, hogy ezt tolmácsoljam, hogy most már hisz a pünkösbe, mert hogyha egy magyar lelkész svédül beszél, egy malagaszi lelkész, mert nem Magaszkárnak hívták az országot, ők malagaszinak, és az meg norvégül beszél, és angolul fordítják, akkor mégiscsak lehet a pünkösbe valami. De a feleség aztán megkérdezte, hogy ez nagyon kedves volt ez a látogatás, de mondjam meg, hogy hogy lehet valaki fehér ember. És ezt mondtam, hogy ezt nem olyan könnyű megválaszolni, hogy ugye 109 volt a konferenciám, hogy csak 9-en voltunk fehérek, a többi színes volt. Mondtam, hogy hát nálunk fordítva van, de hát, hogy a fehér ember is, hát nem csak fehér, hanem belül néha fekete ember is néha belül, hát lehet fehér, úgyhogy ezek a kategóriák nem érvényesek. Hát megnyugodott, hogy az nálunk több a fehér, mint a színes őrű. Ez nem olyan egyszerű. Hasonló kérdést kaptam Berekfürdőn egy református konferencián, beszéltem az ökumenéről, és az volt a vége, hogy egy erdélyi, egy Kolozsvár melletti református koma azt mondta, hogy eddig mindig azt mondták, hogy legyek jó kálvinista, most meg azt mondják, hogy ökumenikus legyek. Hogy lehet valaki ökumenikus? Hát kérem, ez előfordul, az én életem is előfordul. Szóval nem az egyszerű kérdéseket néha nehéz megválaszolni. Na, nem részletezem, még az valami érdekes, hogy mindig közel kerültem a sajtóhoz. Első cikkem 49-ben jelent meg, mikor hazajöttem, a Csepregi Béla kért egy missziói cikket az élővízbe. Ez volt az első,
és hát az utolsókat még most, de most már rendszerint nem evangélikus, hanem jezsuita vagyok, más, vagy a vigiliában, vagy máshova írom, de mindig kapcsolatban voltam egészen addig, hogy a Magyar UNESCO bizottságnak a média albizottság tagjaként voltam Párizsban a Magyar UNESCO-t képviselni. Egy olyan konferencián, ez volt a témája, hogy a média és az etika. És az egész konferencián, Párizsban volt, 4 napig tartott, és egy szót erről nem beszéltünk, mert egy amerikai, meg egy koreai újságíró, azt kell mondani, hogy ilyen vezető, kereskedelmi ember azt mondta, hogy ez nem téma, az legyen a téma, hogy a Oceánia szigetein hogy lehet több tévécsatornát és több rádiócsatornát venni. És hiába mondta, volt egy Krug nevű dán vezetőnk, hogy Európában azért téma a média és az etika, nem érdekelte őket, leszavaztak, és ott az európai ültünk, mint hát halaszatyorban, mert nem is lehetett hozzászólni. Én is készültem, elmondtam a kollégáknak, egy kitűnő társaság volt, csak éppen arról nem beszéltünk. Na, de máskor is aztán tudomásra vették, és kaptam 70 éves koromban aranytollat, az ilyen megbecsülést jelentett, és a másik, hogy kaptam a két évig a Bach sorozatban, a Bartók Rádióban én voltam a teológiai szakértő, és akkor 2 év után kaptunk Nívó díjat, és mondták, hogy több pénz nincs, úgyhogy Bach befejeződött, mert Bach anyag még van, de pénz nincs. De ilyen kül érdekes dolgokat kellett csinálnom, ami nem közvetlen hozzátartozók, viszont itt talán soha annyi külföldi nem volt, mint ebben az időben, beleértve 84-et is, ugye a világ Lutheráns Világszövetség itt tartotta a nagygyűlését, és előtte volt a úgynevezett pre-assembly, ez az előzetes világgyűlést fiataloknak. Én predikáltam, akkor volt az a furcsa eset, hogy az Orflot norvég primás, nem püspöknek hívták az első, vagy nem érseknek, azt kérdezte, hogy van-e máskor is ebben a szép templomban Isten tisztelt, vagy ez egy Potyemkin épület. Hát mondtam, hogy van, máskor is, vasárnap is, és többen vannak, mint Oszlóban, magyarul mondják, az ottani ótemplomban. És akkor lánya szólt, hogy hát édesapa, ez hát ostoba kérdés, mert te azt hiszed, hogy itt a Balkánon vagyunk. Na, mindegy, Orfottal jóba lettünk, de ez volt a tipikus, hogy Norvégiába úgy számítottunk, hogy akár Balkán, akár Ukrajna, vagy Szovjetunió. Tehát nem önálló, és itt nem lehet, csak a föld underground church. Ez volt a... Na, ez volt a csúcspontom, hogy ott voltam, vagy itt voltam a Deák téren, és akkor az utolsó, csak röviden. Akkor egy pillanat. Jó, mert kész. Nem haragszol, hogy ennyit. Nem, jó, akkor élvezettel hallgatjuk. Igen, sztori. Legyen. A harmadik rész, ez az alkonyat, vagy naplemente, az Untergang meines Lebens, ahogy mondanák a németek, de én nem érzem azt, hogy az aktivitásból kikerültem. 61 éves koromban mentem nyugdíjba, 1989. február 1-én, de egy pár hétre rá megkaptam a lelkipásztor szerkesztőségre fölkérést, akkor elment a Nagy István, és én kaptam meg ezt a megbízatást, és ezt 7 évig csináltam, és még közben tanítottam a teológián, akkor hát utána volt egy nagyon nehéz korszak, nem engedtek tanítani, illetve hát ma így mondanák, hogy koholt vádakkal kitettek egy olyan pozícióba, hogy délután lehet tartani homiletika órát 2:30-kor, de nem kötelező. Ezt nem vállaltam el, és akkor egy következő évben meg a református teológia átvett, akkor Pásztor János elment Amerikába ösztöndíjas professzorként, és a Tanárikar oda hívott be, hogy tanítsak ökumenikát, különös tekintettel a II. Vatikáni zsinat utáni római egyházra. Ugye ennek én tagja voltam a Lutheráns Világszövetség és Vatikán közös bizottságának 11 évig, úgyhogy erről tudtam valamit mondani, és a másik tárgy még az volt, hogy a lutheránus egyházat világ viszonylagban mutassam meg, mert nagyon keveset tudunk a lutyikról, így mondták, és
hát egyik tárca volt nagyon könnyű, volt olyan tanítványom, Ráda Jutszával, aki azt mondta, hogy nem gondolja, hogy mi pápistákkal egyáltalán foglalkozunk, sápat arcú pápistákkal, és nekem ez volt a feladat, mondtam, hogy mit gondolnak a maguk dolga, de kolokválni még kell, és akkor egész más helyzetbe kerülünk. Ugyancsak ez a férfiú mondta nekem, egy kis fekete bajuszú fiú volt Duna-Tisza közéről, és mondta, hogy hát maga minket ne tegezzen, mert mi már tiszteletes urak vagyunk. Mondtam, kollokviumon, mert azt mondom, hogy ön nem tud semmit, vagy te nem tudsz semmit, ez mindegy, ezentúl magukat magázom. Ugye mindig az volt a szokás, hogy a férfiakat lehet tegezni, nőket magázni. Tehát egy érdekes közegbe kerültem, de ott eléggé megszerettek, később aztán, nem olyan régen, kaptam egy díszdoktorátus, és hát a reformátusok így ezt az időt, hát nekem, ez egy nagy, mély sérelem volt az életemben, nehéz volt földolgozni, hogy nem taníthatok a teológián, pedig mindig erre készültem, tanítottam én az ökumenikát, missziológiát, meg svédet, meg angolt, mindenféle. És hát ott nem lehetett, viszont azóta hát rehabilitáltak erkölcsileg, és az egyháznak a vezetősége is hát azt mondta, hogy teljes bizalma van bennem. Ott azok már nem élnek, akik engem onnan elhelyeztek, de ez azóta megnyugodott bennem. A következő az, hogy a sajtóba nagyon örömmel csináltam a 7 évig a lelkipásztor szerkesztést, nem csak a formátuma lett nagyobb, talán egy kicsit a belseje is növekedett, és a Vörös Imre halálával kapcsolatban, de akkor már nagyon beteg volt, a krédót bízták rám, meg először az ott a kérdés, hogy diakoni vagy krédó, de krédó lett a neve, és azt 2,5 évig csináltam. Az elmenetelemnek az volt, nem rúgtak onnan ki, lelkipásztortól se, azt gondoltam, lelkipásztornál elég egy 7 éves ciklus, mert aztán már az ember, pláne ha nyugdíjas, akkor a saját maga dolgát mondja, és nem figyel az olvasókra annyira, és akkor kell elmenni valahonnan, amikor még az ember tud koloratúrt énekelni, ha énekesnő. Volt egy hívünk, aki egyel többször énekelt ilyen áriát, az opa, és mindig arra hivatkoztak, hogy hát nem volt igazán énekes. Na, itt elmentem Krédónál, meg az volt, hogy 2000-es év volt itt a kettős jubileum éve, és akkor olyasmit kértek tőlem, amit én nem tudtam tenni. Én a rómaiakat nagyon szerettem mindig, de akkor egy olyan fordulat lett Magyarországon, hogy mindent Róma felé vagy Róma szemében kellett jónak tartani, és nekünk nem lehetett hát kritizáló szavunk. De akkor kezdődött el, volt Szent István név, Szent László, most Szent Imre név van, és egy olyan népi vallásosság felé fordult Róma, ami másik oldalon egy nacionalizmusban fordult, és mondtam, hogy én ehhez nem leszek. Bár, ha meg kell nézni, attól kezdve többi újságban is ez a változás megvolt. Én nem tudtam úgy írni augusztus 20-ról, hogy hát nem mondjam azt, hogy bálványimádás az, amikor egy kézcsonk előtt lehasal, vagy hát szépen mondva letérdel az érsek és imádkozik hozzá. Ezek nekem túl soknak tűntek, és ennél jobban szerettem a római testvéreket, akik jó voltam, mint hogy ezt tudjam csinálni, hogy most alá dolgozok, hogy belépek abba, ami akkor közhangulat volt, hogy Magyarországon az egyház az római egyház, és a protestánsok közül, hát mi vagyunk a legközelebb hozzá, nekünk pedig udvarolni kell, ezt nem vállaltam. Most ebben az időben is még volt nekem ilyen maradék külföldi szolgálatom, Berlinbe, meg ott a Link-féle csoportba, ennek a nevét ne fordítsuk, ebbe a volt kelet-európaiakat képviseltük, hogy ott is volt egyház, és voltam még Lengyelországban, meg elvittek Észtországba, nem csak Tallinnba, Tartuba, hanem olyan helyen is voltam, ahol talán még magyarok nem voltak, ott Epebe, vagy voltam Lettországba is. Ott kétszer voltam, egyszer még úgy, hogy a rigai templom az orgona hangversenyre átalakított hangversenyterem volt, megfordított az oltárt, kitették, és helyi lelkész, akivel hát megismerkedtem, először telefonon, aztán elmentem hozzá,
egy német ember volt különben, azt mondta, nem teszi be a lábát addig, amíg nem lesz ez templom. Hát most újra templom. Hát voltam Szentpéterváron, akkor még Leningrádnak hívták, ibusszal, és ott hát szörnyű dolgokat láttam. Az evangélikus templomból uszoda lett, tehát ki volt írva, hogy ez volt régen a luteránus templom, és együtt a Hernhutiakkal, a Cincendorf féle ébredés odáig is eljutott, még volt ott ilyen tanítóképző főiskola is, és hát ott szembe vele, vagy a közelbe, ott volt az Izsák templom, ahol ott az a híres anekdóta róla, hogy az Izsák templomban volt az ateista múzeum, és a belépő jegynél az az öreg néni volt, aki ott látta először a Bibliát és olvasta. És hát ez egy furcsa ellentét volt, de jellemző arra a népre, Szentpétervár és Moszkva között, vagy hát sok különbség van. De furcsa helyekre kerültem el, olyan helyre, Lemberg, például Lvov, ahol hát magyarokkal találkoztam, volt magyar vámosok, mávosokkal és posta alkalmazottak, ott maradtak a Habsburg irából. De ezt már tovább, ezt a vonalat nem folytatom. Örülök, hogy tudtam ebben az időszakban is két dologgal különösen is foglalkozni, és ezzel szinte már zárom. Egyik a magyar evangélikus értelmiségi kör, itt volt a Deák téren, ezt csináltam 6 évig, és utána meg egy szinten tartó szenior órát, amivel olyanok vannak, ez még mai napig megvan, most júniusban ünnepeltük a 7. évet, minden kedden összejöttünk ebbe a lakásba, 21 és 31 között volt a létszám, úgyhogy földön is néha még a biciklin van, egy ilyen gyógybicikli, mit azon is ült az egyik egyetemi tanársegéd. Ezek értelmiségi emberek, akiknek kevés közük van már az egyházhoz, de a 80%-át én konfirmáltam. Viszont érdeklődnek, mert maradtak konfirmandus szinten. És azt akartam, hogy hát lehet értelmiségi ember is keresztény. Ez nem egyszerűen a kognitív ismereteinknek a dolga. Ott is próbáltam, amit lehetett. Ez itt a kis csoportom, ez a családnak majd hívom őket. És hát ez most le... az én mostani betegségem miatt lecsökkent havi egy alkalomra, de ezeket nagyon szeretem. Ez volt az értelmiség iránti érdeklődés, és furcsa módon a római sajtóban még ma is írhatok egy új pápa idején is, a Távlatokban jelent meg több cikkem, ez a jezsuitáknak alapja, aztán a Vigiliában minden karácsonykor is kérnek tőlem ilyen körkérdést. Idén az azt jó, hogy béke, kiengesztelődés, erről kell írni. Nem lelkész jellegű újság, ez a francia katolikusságnak egy másolata itt annak idején. A kezdettől kezdve, Sík Sándortól kezdve, Medvigyig, vagy a Lukács Laci Lászlóig. Hát ezek úgynevezett gallisták, vagyis nem Rómán, hanem Párizson, ottani Sorbonon tájékozódó emberek. De írtam a teológiai szemlébe is két erős cikket római rakkal kapcsolatban, sok adattal datálva, ilyen címen, hogy új protest kinek használ. Most azon a ponton vagyok, hogy evangélikus médiában nem írok, mert nem tudom egyszerűen sok mindenbe igenelni, ami van, és a lelki pásztorban se tudtam igenelni olyan dolgokat, amikor hát azonosították Jézust Szókrátesszel, meg ilyenek, és semmi választ nem kaptam. A kiváló emberek sorába tették Jézust, és hát az illető pedig doktorát, aki írta, vagy a passiót úgy megjegyezte, hogy ez a passzívumnak egy olyan formája, hogy a keresztény ember az passzív, alaki, ezt ugye Luther forog a sírjába, ezt meghallja. Az evangélikus élete pedig hát szintén olyan dolgokat olvastam, Isten biciklin és egyebek, ami nagyon frappáns lehet egy diákkörbe, de azért az Őristent nem lehet biciklire ültetni, szóval ez már az én mondjuk képességemet meghaladja. Sok vitám volt unokáimmal is, mert egész már és Isten sötét oldala ilyen címen innak. Ez nem, nekem már nem megy be a teológiai kereteimbe.
Azzal szokták fejezni, meg sokféle riportot adtam én már, vagy interjút, hogy ezt mondjam meg, hogyha most 81 évesen, de fiatal lennék, újra kezdeném, választanám a lelkészi szolgálatot. Azt szoktam mondani rá, hogy természetes. Nagyon örülök, hogy az Úristen erre hát kiküldött, most se tennék mást. Ha középiskolába kerülnék, akkor viszont nem tolnám el az időmet azzal, hogy csak sportra, meg cserkészetre fordítsam, hanem annyi nyelvet tanulnék, amennyit lehet. Most is 11 nyelven tudom olvasni valamennyire a Szentírást, és hát azt érzem, hogy ez a magyaroknak ez lenne a legfontosabb, hogy tudjanak kommunikálni. A másik kérdés, az, emlékszem, a Katolikus Rádióban nyilatkoztattak, és megkérdezték, hogy mi volt a legjobb, és mi volt a legrosszabb élményem. A legjobb élményem, katolikusok nem nagyon értették ezt, de ezt el kellett mondanom, hogy néhány ige hirdetésnél azt éreztem, de elkezdtem, hogy megállt a levegő, és én is valóban azt éltem át, hogy Urunknak a szócsőve vagyok, és nem az a fontos, hogy mit mond a Háfenszer, hanem hogy a proféták mondták, hogy az Úr ezt mondja. Jeremiás nem azt mondta, hogy Jeremiás Úr beszél hozzátok, hogy nem tartott előadást az Istenről, hanem az Isten élő igéjét hirdette. Ez volt a legjobb élményem. Gyülekezetben így megállt a levegő, azt éreztem, hogy most a jelenlét az teljesen hát, releváns. A másik pedig az a legrosszabb élményem, az előbb említettem, az, hogy a teológiáról kikerültem, megnéztem régi iratokat, mikor én 44-be beküldtem a fölvételi kérelmemet, akkor azt írtam, hogy hát ha a teológiát elvégzem, valamikor szeretnék majd teológián tanítani. Tehát ez egy ősi kérés, és ez úgy éreztem, hogy hát ketté tört. De hát azért az Úristen fölhasznált valamire azóta is, és nem érzem hiába valónak. Talán azt még elmondom, hogy nem akarok sem hős lenni, sem Hári János, és nem hiszem, hogy egy olyan öreg ember vagyok, akinek nem voltak, vagy nincsenek hibái, mert azt tapasztalom, hogy az öregeknél előjönnek a ráncok, nem csak az arcán, hanem a lelkibe is, és sokkal többször is keserű, vagy szomorú, vagy csalódott, vagy a többit lenézi. Ami fáj nekem az, hogy nincs igazán antennám a mai fiatalokhoz, mert legfőjebb meghallgatnak, de igazából nem veszük egymás adásait. Nagyon rossz természetem volt, mert ahogy egyik öreg kollégám mondta, hogy a hafó mindig sistereg, és az nem jó egy ilyen 20.-21. században, tehát mindig volt valami kritikám is. Hát ez van, ez itthon is van, és hát amit még rossznak érzek, hogy hirtelen, bármilyen furcsa, hogy hirtelen haragú vagyok, és haragvó vagyok, és akkor néha hát olyat is mondok, ami esetleg a másikat megbántja, vagy révész, vagy Ravasz Lászlónál olvastam azt, hogy azt bánta meg, hogy szavával megsértett kollégákat a humor, illetve a szarkasztikus humornak a jogán, mert kipécézte őket, és volt olyan református kollega, aki többet nem jött kerületi ülésre, mert Ravasz valamit mondott róla, egy gúnyos mellé nevet tesztett a neve mellé, és attól kezdve úgy hívták, nem részletezem, de erre én is hajlamos vagyok, hogy néha egy jó tréfa, vagy humoros mondat kedvéért valakit, hát nem a kétségbeesésig, de legalább keserűségbe kergetek. Ezek az öregkornak a jelei. Tudom azt, hogy nem tudom, egy Rembrandt az egész életét úgy érezte egésznek, hogy 16 képbe lefestette önmagát, minden korban más ruhába és más arccal. És ez volt az ő névjegye, amit itt hagyott. Vagy tudom azt, hogy Karinti például nem engedte, hogy szobrot készítsenek róla, vagy képet, mert azt mondta, amikor azt megcsinálják, mert nem én vagyok, hanem az legfőbb a művésznek egy lesett pillanata. Vagy Keresztúri Dezső, akit jól ismertem, és barátságba kerültem vele, az első feleségét én temettem, azt mondta, hogy őt az érdekli, hogy 21 éves korában és 70 éves korában milyen volt, és a képeket gyűjti, de most már nem azt kérdezi, hogy
ki van itt előtten, hanem ki volt ez a keresztúri. Tehát már a múlt fele fordul, és sok keserűséggel, pedig jó pannonhumor volt. Nem folytatom, mert egy egész már, nem tudom, hogy Michelangelo élete végén az csak keserűségről beszélt, az öregkor keserűségéről, ahogy a Prédikátor könyvben és a 12. fejezetben végén egy keserű sorozat van, hogy sem a lába, sem a szeme, sem a feje, sem a keze már nem úgy működik. Az végén azért hát a Prédikátor tud hálát is adni azért, ami történt vele. Tehát körülbelül ezt szeretném, hogy legyőzve a keserűséget, és legyőzve a saját magamnak a rossz tulajdonság, amennyire lehet, ezzel nem próbálkozni. Talán ez a legnehezebb, mert érzem azt, hogy ezzel másokat megbántok, ezt valahogy. Hát úgy szeretnék megérkezni, talán ez a Summa Camus írja egy könyvébe, hogy ő üres bőröndel akar megérkezni a halála órájával. Addig egy életen át, nem volt hosszú élete, mégis rámolt a bőrönbe minden, de ha megérkezik, akkor ne legyen már semmi. Ott álljak én, Dzsida Jenő is mondja azt, hogy mesztelenül, mikor levettem még a hálóinget is, mert az ember tulajdonképpen semmit se hoz, semmit se visz el innen. Amit hoz, azt úgy kapott, és ott is majd reménykedünk, hogy hát valaki irgalmasabb lesz, mint igazságos. Talán ennyit.